Bár a felkészülés csak a jövő héten kezdi el a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks, vannak játékosok, akik már rendszeresen bejárnak önszorgalomból edzeni a Continental Arénába. Egyikük az a Fazekas Csaba, akinek nem nagyon kell ismerkednie a gyűrűkkel, mivel nyíregyházi nevelésű játékosként rengeteg meccset játszott a csarnokban. Igaz, az elmúlt 3 évben mindössze egyszer, akkor is ellenfélként lépett a számára most már ismét hazai parketre. 3 évet töltöttem Sopronban, nagyon szerettem ott lenni és szerettem is játszani. Évközben megkeresett Ákos és Moha. Tudták, hogy van szerződése még a következő idényre Sopronba, de úgy alakultak a dolgok, és sikerült megegyezni az ottani klubvezetéssel is, és itt is, hogy itt tudjam folytatni a pályafutásomat, aminek nagyon örülök, hogy újra itthon lehetek, és ugye már most elkezdtük egyénileg a felkészülést, 10-én pedig elkezdjük a csapatedzéseket, úgyhogy én nagyon várom a szezont, és bízom benne, hogy azt, amit 3 év alatt tudtam fejlődni az A-csoportban, azt itt kamatoztatni fogom, és segíteni fogom a csapatot, hogy minél jobb helyezést elérjünk az idényben. Vaskó György is tagja annak a négyesnek, amely a konditerem után a küzdőtéren folytatja az edzést. Az irányító egy keresztszalag szakadás követően igyekszik visszatérni a korábbi szintre. Egy elég komoly sérülésem volt. December 20-án volt a műtétem, ez Budapesten történt, utána pedig január közepétől elkezdtem a rehabilitációt Szabó Anna Mária gyógytornásszal, illetve amikor már megengedett volt kondíciós edzéseket, végeztem Szolár Gergővel. Az egész nyarat végig dolgoztam, és ha minden igaz, akkor szeptember végétől 100%-osan a csapat része lehetek. Augusztustól felkészülést el tudom kezdeni, a kontaktedzéseket pedig majd fokozatosan szépen, és szeptember végétől tudjuk majd rendesen nyomni az egész szezont remélhetőleg. Fazekas Csaba az elmúlt 3 évben az A-csoportban játszott, így van rálátása arra, hogy mennyit fejlődik évről évre a legmagasabb osztálymezőnye. Én mindenféleképpen hasonló erőviszonyokra számítok, mint a tavaly évben. Ugye a Falkó kerete is változott, szóval nem igazán lehet majd azt mondani, hogy egy csapat nagyon ki fog tűnni a többi között. Szerintem nagyon erős idény lesz, és minden csapatnak meg kell tennie a maximumot, hogy minél jobb helyezést érjen el, mi is ezen leszünk természetesen. A nyíregyházi csapat felkészülési meccsét még szervezik a vezetők, de az biztos, hogy ismét megrendezik a Sitkó Ernő emléktornát, amelyen a tervek szerint a Debrecen, a Szolnok és a Budapesti Honvéd lehet a kék szápák ellenfele.